Facsemetét ültette a Mecsekerdő ZRT vezérigazgatója Szigetváron. Itt az almás patak mellett található fűztelepen alakították ki, és vadvédő kerítéssel óvják az újszülötte erdejét. Ennek a vállalásnak az a ö, tartalma, hogy az évente a megyékben születő gyermekeknek megfelelően gyermekenként 10-10 darab csemetét elültetünk minimálisan. Ez baranya esetében 3001 néhány gyermeket jelent évente, tehát 30.000 csemete környékén van az a feladat, amit nekünk évente el kell ültetnünk. Az országos akció megvalósításában jellemzően az állami erdőgazdaságok vesznek részt. Baranyában a erdő feladata a fásítás, erdőtelepítés, amit őshonos fajtákkal oldanak meg. Itt is jellemzően a kocsányos tölgy és a gyertyán fordul elő, mint a tájba illő jellegzetes erdőtársulásnak a két fő fafaja. Picit túlvállaltuk magunkat, tehát nem álltunk meg a 30 ezer darabnál, hanem az idén 4,85 század hektár erdőt telepítettünk, ez közel 50 ezer darab csemete elültetését jelenti. A telepítés során 33.950 kocsányos tölgy továbbá, 14.550 gyertyán, illetve a ritka elegyfajok közül a vadkörte, vénitszil és madárcseresznye facsemetét ültetnek el. Baranya egyébként az éves 3.200 körüli születésszámmal tizedik a megyék sorában.